Magyarországon viszonylag kevés embert vádoltak meg és végeztek ki a boszorkány idején, legalábbis Európa nyugati feléhez viszonyítva. Minden esetre azért sikerült közel ezer nőt és férfit mágjára küldeni 1750-ig bezárólag. Árpádházi királyainak köszönhető, hogy nálunk a boszorkány nem volt olyan gyakori, mint Nyugat-Európában. Már államalapítónk István is szigorúan szabályozta a boszorkánypereket. A boszorkány végül könyves Kálmán vetett véget, aki törvénybe iktatta, hogy már pedig strigák, vagyis éjjeli vérszívó lények nincsenek. Ezután kevésbé foglalkoztatta az embereket a boszorkányság, és pereket is ritkán indítottak. Amikor nyugaton tombolt a boszorkány nálunk csak elvétet találunk egy-egy pert. Ennek a nyugalomnak véget vetett az ország három része szakadása. A török területeken, az erdélyt is magába foglaló fejedelemségben és a hazvók részben elszaporodtak az ilyen esetek. A mohács utáni két évszázadban több nagyobb üldözési hullám zajlott. Ezek férfiakat is gyakran érintették, és sok esetben politikai ellenfelek eltávolítását vagy előkelő vádlottak esetén a vagyon elkozását szolgálták. A magyar boszorkányperek időszaka az 1700-as évek első 50 éve volt. A Rákóczi szabadságharc után ugyanis előszeretettel vádolták meg a magyar párti lakosságot koholt vádakkal. Ugyanakkor az országban dúló járványok a szegénység tovább erősítette a társadalom nyomorát. A bajokért pedig valakinek fizetnie kellett. Ilyenkor jobb híján megvádolták a falvak bábáit, vajákos asszonyait, híres szépségeit. Ez alatt az öt évtized alatt mintegy 2300 boszorkány zajlott, és minden ötödik eset halálos ítélettel végződött. A legemlékezetesebbek a szegedi boszorkányperek voltak, amelynek a végén hat férfit és hat nőt égettek meg. Köztük az akkor már 82 esztendős Rózsa Dánielt, a város leggazdagabb polgárát, és egy bábaasszonyt, kökényi nagyannát valamint a 16 éves oxillonát. Kökénére visszatérve, Bába asszony volt abban az időben Szegeden. Mindenki ismerte a hirtelen haragú asszonyt. A boszorkányhűdözés vele kezdődött. Kökénynél rettegésben tartotta a várandós asszonyokat. Csúnya haragra gerjedt, ha nem őt hívták szüléshez. Úgyhogy a városban egy emberként utálták a bábát. Elindult a szóbeszéd, hogy kökeéné a zöldök cimborája, és még a termés is azért olyan kevés, mert ő boszorkánykodik. Addig jutott a hergelés, hogy Kökénynét letartóztatták, ezzel pedig rázódult a népharag, és tucatnyian tanúskodtak ellene. A nyakába varták az összes csecsemő és anyahalálát, éhínséget és sorscsapást. Hogy védje magát a bíróságon, Kökényné megnevezett több nőt és férfit, akik baszarkányságban társai voltak. A vádak pedig csak szaporodtak. A tömlözben mindenkinek akadt pár ismerőse, akit bemártott. Már egész szervezetet kreáltak belőlük melynek a boszorkány kapitánya maga Rózsa Dánia volt, Szeged régi főbírája és leggazdagabb embere. A kínzások hatására az akkor 82 éves Rózsa be is vallotta, hogy ő szerződés kötött az ördöggel, és hogy feleségével együtt egy Jakó pénzért 7 évre alatták az összes esőt a töröknek. Ezért volt Szegeden asszály, és így lettek olyan mesésen gazdagok. Az ítélet kegyetlen volt, mágia halált rendeltek el, de csak alapos kínzás után. Hat férfi és hat nő vesztette életét. A boszorkány egész Európába híre ment. Szeged bevonult a rémhírek történelmébe. A magyar boszorkány volt néhány jellegzetes hazai sajátossága. Ilyen volt például az, hogy azok a vádlottak, akik bizonyítani tudták, hogy semmi közük a boszorkánysághoz és a tártossághoz nem kerültek kivégzésre. Még nyugaton elsősorban az emberek elleni cselekedeteik miatt vádolták meg a boszorkányokat, nálunk igen jelentős mértékben szerepeltek a perekben az időjáráshoz kapcsolódó mágikus praktikák is. Magyarországon nagyon sok ügyes bábát is megvádoltak boszorkánysággal, még nyugaton igen keveset. Itthon igen ritkán ábrázolták, festették vagy rajzolták le a boszorkánypereket. Ellenben tőlünk nyugatra külön iparák fejlődött ki erre a célra. A vádak során számos helyi sajátosság is felbukkan. Például a lóvá változás képessége már bizonyította a vádott boszorkánymi voltát, illetve az is, ha valaki a Gellért egy körül röpködötté jelente. A 18. század első felében tomboló boszorkányüldözési hullámnak Mária Terézia vetett véget. Kiadott egy rendeletet 1756-ban, ez alapján a gyanúsítottakkal szembeni eljárási mód körültekintőbb lett. Így ítélet csak akkor születhetett, ha az eljárás lefolytatása során bizonyítottan minden körülmény figyelembe vettek. A perek felügyeletét a kancellária biztosította. Az egyház és a helyi bírák már senkit nem ítélhettek el önkényesen. Mária Terézia 1758-ban azt is elrendelte, hogy az ilyen ügyek kezdete előtt tájékoztatni kell őt személyesen. Az utolsó személy, akit Magyarországon boszorkányság vágyával kivégeztek, Deák Mihály né volt, aki Pallos általi halállal hunyt el nagybányán.